Szép estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. Nos, megkezdődik a diplomaosztók, diploma, osztók, diploma időszaka, így lesz a Székesfehérváron is szombaton, 10 órakor a Városháza dísztermében a Kodolányi János Egyetem hallgatói veltik át diplomájukat, vendégem pedig erről beszélgetünk, és sok minden másról, vendégem Berta Ákos, az egyetem rektorhelyettes, és a tisztelettel köszöntelek. Nos, hát 2018. augusztusig vissza kell, hogy menjünk, hiszen július 15-én történt meg a bejelentés arról, hogy augusztustól az egyetem rangot viselheti a Kodolányi János főiskola. Ez az esztendő tehát egy hatalmas nagy kihívás. A felsőoktatási intézmény ide vagy oda, egy teljesen mást, vagy illetve hát nem teljesen más nyilván, de mást követel meg az egyetemi rang. Mi történt ennek tükrében ebben az esztendőben? Egy kicsit hadd menjek vissza még itt a történetben. Mi 2016-ban jeleztük az oktatási hivatalnak, hogy úgy érezzük, hogy a Kodolányi János akkor még főiskola elérte azt a célt, hogy egyetemmé válhasson. Hát sajnos a bürokrácia útvesztőiben két év telt el, mire ez megtörtént, és ezt tudni kell a kedves nézőknek, hogy ahhoz, hogy egyetem legyen ma Magyarországon egy felsőoktatási intézmény, hát sok-sok kritériumnak meg kell, hogy feleljen, és a legvégén pedig a Magyarországgyűlésnek kell a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényt módosítani, tehát törvény regisztrálja, hogy a Kodolányi János Egyetem ezzel a névvel működik tovább. Hogy mi kell ahhoz, hogy egyetem legyen, lehet, hogy valakiket érdekelhet, ez, ezt elmondanám nagyon röviden. Eleve négy szakon kell, hogy ö, oktasson az intézmény. 16-ban, amikor beadtuk a címpályázatot, a kodolányi 11 alapszakon és három mesterszakon végzett képzést. Kettő mesterszaknak kellett volna lenni, mi három mesterszakon végeztünk, és nem négy alapszakon, hanem 11 alapszakon. Ezen túlmenően az oktatók minősítettsége legalább 45%-ban kell, hogy meglegyen. Kodolányi a beadás pillanatában 67% minősített oktatóval, tehát vastagon tudtuk behúzni ezt a titériumot is. Képesnek kell legyen az intézmény, hogy idegen nyelven oktasson, a kodolányi erre abszolút képes. Diákkört, tudományos diákkört kell működtetni, ez is megvolt a kodolányi. Illetve legalább két szakon duális képzést kell művelni, mi három szakon műveltük. Ezeket elismerve az oktatási hivatal megvizsgálta és elismerte, és így történt meg, hogy július 15-én napvilágot látott, hogy 18. augusztus 1-től Kodolányi János Egyetem néven fut az intézmény, működik tovább. Én ezt az augusztus 1 az igazság pillanata napjának hívom ezóta mert eljött az igazság ezért mi nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, immár 27 év volt a, a magyar felsőoktatásban. Ez volt az első igen. eredmény. A második eredmény, ha felsoroltam röviden, hogy 18-19 mit hozott nekünk. 6 szakon, három becsülő és három mesterszakon megcsináltuk a tiszta angol nyelvű képzésünket, egyben bizonyítva is az előző kritériumokat, hogy tudunk angol nyelven oktatni, és külföldi diákok seregének oktatunk, több száz külföldi diákunk van már, egzotikus vidékekről, Pakisztánból, Indiából, Bangladesből, és ki tudja, hogy milyen országokból. Ők angol nyelvű képzést, talán érdekes, hogy melyik szakokon A három bachelor szak az úgy néz turizmus, vendéglátás, gazdálkodás, menedzsment, nemzetközi kapcsolatok, és a három mesterszak ugyanez ezen szakoknak a mester mesterszak. változata. És természetesen várjuk a külföldi diákokat, illetve most meghirdettük magyar diákok részére is az angol nyelvű képzésünket. Tavaly októberben kaptam rektor úrtól azt a feladatot, ami szívemhez nagyon közel állt, hogy az informatika szakot, az informatika üzemmérnök szakot próbáljuk akreditálni a kodolányin, hiszen ez bár akkor az ötödik tudományterület lenne, hiszen idáig négy tudományterületen voltunk, Ugye ez Palkovics, akkor még államtitkár úr találta ki, most ugye miniszter úr, azért, hogy a Magyarországon és Európában és az egész világon az a hihetetlen informatikus hiány az itt a, a magyar valóságban valamennyire csökkenjen, ez egy nagyon-nagyon gyakorlatorientált szak. És hát örömmel mondom önöknek, hogy május 30-án a Magyar Akreditációs Bizottság 19. május 30-án egyhangulag, mindenféle ellenvélemény nélkül Akreditál ezt a szakot. Tehát ez azt jelenti, ugye, hogy a szeptembertől indulhat a képzés. Ez azt jelenti, hogy szeptembertől indulhat a képzés. Jelenleg két szakirányja. Az egyik szakirány az IT-biztonság. Szerintem minden cégnek, aki fejlesztő, meg aki használója az informatikának, az IT-biztonság az úgy kell, mint a falatkenyér illetve az agrárinformatika, hiszen a hálózatos működésből nekünk ugye van kapcsolatunk az agráriumban is. A későbbiekben szeretnénk mesterséges intelligenciában fejleszteni, egészséginformatikában, stb. És egy nagyon-nagyon fontos momentum, amire szeretném felhívni a, a, nézők figyelmét, hogy egy teljesen más típusú beiskolázásban gondolkodunk az informatikában, majd később a többi szakokon is. És azt szeretnénk, hogy a hallgatóság gyakorlatilag cégeken keresztül érkezzen meg hozzánk. Magyarul cégek jelöljék meg, hogy milyen informatikai tudás kell nekik helyre tétre befutóra, írják le, magyarázzák el nekünk, hogy milyen kompetencia kell ahhoz, hogy egy adott cégnél egy adott informatikus azonnal bevethető legyen. És mi annyit kértünk, hogy a, a, a tartalmon túl, mi megadjuk hozzá a felsőoktatási keretet, a tartalmon túl még finanszírozzák meg a hallgatóknak a tandiát is. Hiszen nekem van egy óriási, nem nekem, bocsánat, az van egy nem óriási verseny hátránya, ugye, hogy nálunk nincs egyetlen egy darab államilag finanszírozott hallgató sem. Nem. És én azt gondolom, hogy az a cég, amelyik felelősséggel gondolkodik, és a jövő HR politikájába beteszi azt, hogy ő 10-15 informatikust megrendel három évre előre, ez egy három éves képzés, akkor ő meg fogja kapni azokat a kollégáikat, akiket azonnal az első perctől kezdve tud foglalkoztatni, és minőségi emberek lesznek. A felvételi ha bejutott a hallgató, onnantól kezdve a cégeket bevonjuk majd a, a hallgatók előmenetelének a vizsgálatába, tehát magyarul a vizsgáztatási rendszerbe is, hogy lássák, hogy tényleg. A-ból B-be jutottak, B-ből C-be, C-ből D-be. És ugyanez a tervünk az összes gazdasági képzésnél is. Tehát most nem hagyjuk magunkat, és a gazdasági szereplőket berángatjuk az egyetem falai belül, és innentől kezdve az a titika nem lehet, hogy elbeszél egymással a gazdaság és az oktatás. Én azt Egyetlen. gondolom, hogy ez a jövő. Ez a jövő megoldása. És óriási versenyelőnyt jelent. Hát nagyon remélem. Nemrégiben, egyébként visszatérve az agrárinformatikai szakra, volt alkalmam beszélgetni Jakab Istvánnal, nem mint az országgyűlés alelnökével, hanem mint a Magyar Gazdagorok Ország Szövetségének elnökével. És azt mondta, hogy ő erre várt már hosszú-hosszú ideje, hogy hiszen ma már, hogy azt a hátrányt ledolgozzuk, ami a nyugat-európai mezőgazdasággal szemben felhalmozott a magyar agrárgazdaság, ugye vajuk meg van ilyen, ez az egyetlen mód, hogy ezt ledolgozzuk mielőbb. No, de menjünk tovább, hiszen azt tudjuk, hogy három helyszínen van képzés, Budapesten, Orosházán és Székesfehérváron. Én azt gondolom, hogy inkább most beszéljünk Székesfehérvárról, Egyetlenül. és nézzük meg az alapképzéseket, hiszen az alapképzések adják az alapot. Így van. No man, így van. Előadó művészet, emberi erőforrások, gazdálkodás és menedzsment, közösségszervezés, nemzetközi tanulmányok, szociális munka, turizmus, vendéglátás. Így van. Ez egy remek sor. Nézzük meg, hogy az elmúlt időszakban hogy fejlődött az egyetemmé vállás után az egyes szakok sorsa. Hiszen itt azért van lesz különbség, van különbség. Hogy, ne. hogy ne. Tehát szemmel látható, hogy egy nagyon széles palettát működtetünk Székesfehérváron, tehát szeretném elmondani ismételten, hogy a kodolányi jelen van Székesfehérváron, és itt is marad. Tehát nem adjuk fel Székesfehérvárt, sohasem. Nekünk nagyon fontos képzési helyszín, talán hadd mondjak még egy-két létszámadatot, hogy a tavalyi évben a Kodolányi János Egyetemen 18-19-es tanévről beszélünk, összesen 2200 hallgató tanult. Az idei, ebből Székesfehérváron volt 460. Tehát közel az egynegyed része az itt van, azért azt nem vitathatjuk, de. hogy Budapestnek a vonzereje azért az ez nagyon ez szép, ez, ez ez nem is érdekes. Viszont azért 460. Most 131 diplomát adunk át. Ennyien végeztek Székesfehérváron, szombati nap folyamán, délelőtt 10 órakor, és hát hála és köszönet, és meg kell, hogy említsem dr. Cserpalkovics András polgármester úr nevét, aki sokadik alkalommal is vendégül lát minket ezen a nemes eseményen a Városházán, és ott lehetünk abban a patináns teremben, és ott adhatjuk át a hallgatóinknak a diplomát, úgyhogy köszönjük polgármester úrnak. És én azt gondolom, hogy ez egy szép zárása lesz a 18-19-es tanévnek. És még egyet szeretnék elmondani óriási öröm számunkra, hogy közel 30%-kal növekedett a felvételi jelentkezők száma összességében, és az első helyes jelentkezők száma is. Így várhatóan, ez nem az én optimizmusom, hanem az előző éveknek a tapasztalata, összességében az egész intézményben egy 1000-1200 új elsős kezdheti meg a tanulmányait országosan. És ez egy óriási eredményem, hát hiszen óriási. amikor az imént arról beszéltünk, hogy némiképpen versenyhátrányt okoz az, hogy itt fizetős a képzés, én azt gondolom, hogy, hogy megerősítése az egyetemvezetőinek is az oktatás színvonaláról, hogyha ennek ellenére, folyamatosan nő a jelentkezők száma. Így van. Ugyanis ezek népszerű szakokkal felsoroltak, Így is, van. És, és tehát, ha úgy tetszik, Magyarországon bárhova mehetnének, és idejönnek és fizetnek érte, ami azt jelenti, hogy, hogy igen, ez a plusz, amit kapnak ők itt. a gazdaságtudományi képzés, ugye, amit említettünk, ugye nagyon erős a turizmus, a gazdálkodás, az emberi erőforrások, Ugye ez egy új szak itt a palettán, ez a HR képzés gyakorlatilag. Nagyon népszerűek, ezek a legnépszerűbbek, hogyha itt most rangsort akarnánk tenni, és a, a turizmus és a gazdálkodás menedzsment is hosszú évek óta vezeti a magyar felsőoktatásban is a népszerűség listát. Tehát nem csak Igen. nálunk, hanem ez, ez teljesen egyértelműen egy olyan irányzat, amelyik még nagyon erős a magyar felsőoktatásban. Úgy gondolom, hogy, hogy van még nagyon komoly jövőkép, különösen akkor, hogyha itt is a céges megrendeléseket fel tudjuk venni, és tudunk úgy oktatni, hogy a cégeknek hogy most jó. már megvan a nyelvvizsga központ is, ez szintén, illetve a felnőtt képzési központ. Így van. Tehát ez nem különben fontos. De hogy lehet akadálymentesen működtetni, ha úgy tetszik. A nyelvi központ az adja magát, hiszen gondolom, ha a angol nyelvű képzés folyik, akkor ez nem lehet probléma. Viszont a felnőtt képzési központ is egyre inkább teret nyer. Így van. Ugye kétféle felnőtt képzésről beszélhetünk. Van az iskola rendszerű felnőtt képzés, meg van az iskola rendszeren kívüli felnőtt képzés. Az iskola rendszerű felnőtt képzés az, az szinte azt kell, hogy mondjam, hogy sláger évek óta. Ugye ezek a szakirányú továbbképzési szakok valamikor úgy hívták, hogy posztgraduális képzés. Diplomával rendelkezőknek egy újabb programban való részvétel. Székesfehérvár is nagyon népszerű, rengeteg pedagógus továbbképzést csináltunk az előző években, és úgy tűnik a mostani jelentkezésekből is, hogy továbbra is a népszerűsége az nem lankadok. Vannak az iskola rendszeren kívüli képzések, ezek általában ilyen tanfolyam jellegű képzések, köztük a nyelvtanfolyamok, amelyek arra hivatottak, hogy felkészítsék a, a jelölteket akár a nyelvvizsgára, valamelyik nyelvvizsga rendszerünkre. Ugye a azért többféle nyelvvizsga rendszere van, két nyelven, német és angol nyelven, van egynyelvű, többnyelvű, van szaknyelvű, van általános nyelvvizsga rendszere és alap közép és felső szinten. Tehát egy, itt is egy nagyon széles paletta működik, és nem csak Székesfehérváron, hanem országos lefedettsége, nem csak a Kodolányinak a telephelyein, hanem különböző egyéb helyszíneken is szerződéses partnerekkel működtetjük ezt a vizsgarendszert, Évek óta növekszik a vizsgázók száma, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan divíziója az egyetemnek, amelyik évek óta pozitív eredménnyel zár, tehát nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ez létezik, és hát kiegészíti az alaptevékenységünket, és jól egészíti ki. Nos, tehát ugye egyesztendő telt el meg az, az a nagyon sok előkészület, és azt hiszem, hogy ez eredményes volt ez az év is. Én azt kívánom, hogy a szombaton olyan nyíltarcú, tiszta fiatal arcokat láthassunk, akik örülnek annak, hogy ide jártak, és majd később nyilván bizonyítanak a magyar gazdaságban, hiszen valljuk meg, nagyon nagy szükség van rájuk. Ehhez kívánok jó munkát! Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, és természetesen beszámolunk a szombati diplomaosztóról. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket! Mint ahogy hallhatták, a Kodolány János Egyetem diplomaosztója, az első egyetemi diplomaosztó szombaton lesz 10 órakor a Városháza dísztermében, amiről természetesen híradónkban beszámolunk, én pedig köszönöm meg tisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!